Üdv, megint titokról, teljes titoktartásba, hiszen mindenki alszik, az egész család. Megpróbálom ezt a játékot, ahogy megígértem, lebonyolítani. Bár nem lesz könnyű, hiszen nagyon csöndbe kell lennünk. Ti se hallgassátok hangosan. Na, mielőtt belevágunk a játékba, és elmondom, hogy hogyan is lehet nyerni tőlünk, a zenekartól, klassz dolgokat. Amúgy itt vannak, nézzétek. Lehet majd, látszik? Lehet majd könyveket nyerni. Simon Templar könyvet. Simon Templar bor. Simon Templar bögre. Simon Templar CD. Na, de mielőtt elmondom, hogy pontosan hogyan is lehet majd nyerni, és mi a játék, és mi a játékszabály, egy-két fontos információt, mert hát el szeretnék mondani egy-két dolgot a zenekarról. Gyertek, gyertek föl mindenképpen, hát hiszen most itt vagytok, ha csak nem a Facebookon nézitek, a YouTube csatornánkra, mert képzeljétek el, sikerült megszereznünk a Angyal sorozat összes részét. Fönt vannak a nagyon régi fekete-fehér verziók is, fönt vannak a már a színes filmek is. Szerintem még mindig a mai világban is nagyon élvezhető, izgalmas krimi sorozat. Iszonyatos jó magyar hangokkal, zenékkel. Ezzel kapcsolatban lesz majd kérdés a játékhoz. Szóval gyertek fel a YouTube csatornánkra, lájkoljátok a filmsorozatot is, és lájkoljátok a zenéket is. És itt most szeretném megköszönni nektek, hogy nagyon sokat hallgatjátok a zeneinket. Most láttam, hogy a júni-júli-augusztus című dalunk már 5000 fölött van a megtekintése, de nézzétek a többi dalainkat is, hallgassátok meg azokat is, mert nagyon nagy szeretettel csináltuk nektek. És hát, ahogy mondtam, csak úgy van értelme ennek az egésznek, ha ti érdeklődtök a mi dolgaink iránt. Amúgy különben képzeljétek el, hogy a énekesnőnk Afrodité, ugye? És Afi már a héten, meg a múlt héten többször járt nálam a kis házi stúdiómban, amit én úgy hívok, hogy Rejtjelek stúdió. Tehát sokszor járt itt, és fölénekelt több régebbi dalunkat is. Fantasztikus jól énekel. Hát ezt majd a későbbiekben megpróbáljuk megosztani veletek ezeket a dolgokat is. Amúgy, ha Facebookonkra fölmentek, láthatjátok, hogy Marcinak a dobjára felkerült, vagyis dob bőrjére felkerült egy Simon Templar matrica. Nagyon klasszul néz ki. Ez az emblémánk, tudjátok, ami itt a bögrén is rajta van. Amúgy érdemes ellátogatnotok a honlapunkra is, www.simontemplarzenekar.hu. Nem egy nagy megfejtés, ugye? Gondolhattátok volna. Az a lényeg, hogy látogassatok el, hiszen oda is folyamatosan felrakunk új fotókat. Az összes dal megtalálható, a zenekar története, a zenekari tagokról, mindenkiről, Ernőről, Zsoltról is, Klofiról is, mindenkiről. Egy-egy kis érdekes önéletrajzi jellegük is. Kis írás, fotókkal, a zenekar története is, storyboard alapján, meg végignézhető fényképekkel, stb. És azt akartam ezzel kapcsolatban mondani, hogy érdemes fölmenni, mert csak ott vannak olyan fényképek, amik például, hogy hogyan készülnek a videoklipek, jó kis ilyen verk fotók is vannak fönt, meg a próbákról is, ott is szoktunk készíteni fotókat, és érdemes ezért ellátogatni oda is, meg hát minden, ami velünk kapcsolatos, ott megtaláltok egy helyen. Tehát www.simontemplarzenekar.hu. Na, akkor jöjjön a játék. A játék az úgy fog kinézni, hogy elsős legfontosabb, hogy aki szeretne játszani, és remélem nagyon sokan szeretnétek játszani velünk, annak föl kell iratkozni a YouTube csatornánkra. Le fogom ellenőrizni. Mindenki iratkozzon fel a YouTube csatornánkra, aki játszani szeretne. És egyetlen egy kérdést szeretnék feltenni, amire kommentbe várom a válaszokat. A kérdés az, hogy az Angyal című filmsorozatban, tudjátok, amiben a Simon Templar volt a főszereplő, akit Roger Moore alakított, ki volt Roger Moore-nak
a magyar hangja. Amúgy különben a legtöbbször ez a magyar színész, akire gondolok, ami a megfejtés, ami a kérdés, ő szinkronizálta Roger Moore, tehát mondhatjuk azt, hogy örökös Roger Moore magyar hang. Egy József Attila színházi tag, művész a magyar hangja, már elég idős, 80 fölött van, nemrég én találkozhattam is vele, és egy picit dolgozhattam is közösen vele, aminek még a gyümölcsét nem láthattátok, de hamarosan azt is látni fogjátok, mert készítettünk egy kis reklámfilmet vele. A zenekarról természetesen. Tehát az a kérdés, hogy ki Roger Moore magyar hangja. Ha megnézitek valamik részt a csatornánkon, most nem emlékszem pontosan, de szerintem be is mondják, hogy ki az. Ezt kell kommentben megírni nekünk, hogy ki Roger Moore magyar hangja. Egy színész, magyar színésznek a nevét kérjük kommentbe beírni, tessék feliratkozni a csatornánkra, és sorsolni fogunk. Na, mit lehet nyerni? A nyertesek, három nyertest fogunk kiválasztani, a nyertesek választhatnak. Minden nyertes kap egy Simon Templar CD-t, és mellé kap plusz egy ajándékot, vagy választhat egy könyvet, vagy egy üveg Simon Templar bort, nagyon jó tokai bor van benne, vagy egy bögrét Simon Templar emblémával. Tehát ez lesz a játék lényege, hogy meg kell írni ide lentre, mutatom, ide lentre, kommentbe, hogy mi, ki a Simon Templar filmsorozatban a Roger Moore magyar hangja, amúgy a többi filmben is legtöbbször Magyarországon ő volt a magyar hangja. Leírjátok nekem ide, és sorsolni fogunk három nyertest. Na, megyek, mert valami motoszkálást hallok. Remélem nem ébredt fel senki. Legyetek jók, vigyázzatok egymásra, becsüljétek meg a barátaitokat. Ebben a nehéz időszakban is próbáljátok meg mindegyikkel tartani a kapcsolatot, még akkor is, ha személyesen nem biztos, hogy tudtok velük találkozni. Köszönöm, hogy itt voltatok. Itt lent. Írjátok meg a választ, a helyes megfejtést. Lehet puskázni, lehet Wikipédiát használni. Meg lehet nézni egy-egy angyalfilmből a főcímet. Ott is szerintem elmondja a narrátor a helyes megfejtést. És jövő héten, vasárnap, sorsolunk. Sziasztok! Köszi! Hello!